A válogatott szünet ellenére sem tétlenkedtek Kisvárdán, a női NB1-es kézilabda csapatnál. A bajnoki megszakítást aktív felkészüléssel töltötték, a válogatott játékosok nélkül előbb Balmazújvárosba utazott az együttes 5 napos edzőtáborba, ahol napig 2-3 edzés szerepelt a programban. A szakmai stáb erőnléti és taktikai jellegű tréningekkel készült, illetve a bajnokság 10. helyén álló Debrecen ellen egy edzőmérkőzés is várt a lányokra, amelyen egy gólos győzelmet arattak. Balmazújváros követően pedig Békés Csabára utazott a Kisvárda, ahol 2 edzőmérkőzést vívott a szintén NB1-es együttessel, előbb 27-23-as, majd 30-28-as sikert aratva. Én úgy gondolom, hogy fokozatosan nehezedő ellenfelekkel sikerült így a jó tartalommal megtölteni a felkészülési időszakot. Sok munkát elvégeztünk, azok a játékosok is többi lehetőséget kaptak, hogy jobban formában jelendüljenek, ugyanis ugye januárban 6 mérkőzés vár ránk összesen, kupa mérkőzésekkel együtt, ami igen fontos mérkőzések, hogy szükség lesz nagyobb forgatásra, ugye, rotálásra a csapaton belül az ilyen terhelés mellett, és nagyon jó lehetőség volt, hogy formában jönnek azok is, akik kevesebbet játszottak. De a juniorok is lehetőséghez jutottak, hiszen a felnőttekkel tarthatott a fiatalabbak közül Papdóra, Balogh Petra és Nagy Nikoletta is. Ezen kívül a sérüléséből felépült Marincsák Nikolett is csatlakozott a kerethez. Az ő terhelését fokozatosan emeljük. Hála Jóistennek jó szállt vissza a mérkőzésekbe is, az edzés munkába is. Békésebben egyre maga biztosabban. Ugye neki még azért egy kicsit tudat alatt a sérülését is hátra kell hagyni, hogy ne féltse a lábát. De mind a két meccsen igen hasznosan játszott. Természetesen még nem tudott annyi játékidőt vállalni, mint az előtt. De ezt be kell osztani, és fokozatosan, amikor nekünk igazán szükségünk lesz rá, és ugye a többiekre is januárban. A jelenleg 8. helyen álló Kisvárda december 30-án folytatja a bajnokságot. Hazai pályán fogadja a 3 mérkőzéssel többet játszó 2. helyezett Érdet. Előtte azonban még a héten kedden és szerdán a Bajnokok Ligája résztvevő Szlovén Krim Ljubljánát látja vendégül a Kisvárda, amellyel közös edzést végez majd, illetve 2 mérkőzésen is pályára lépnek egymás ellen a csapatok.